Köszöntöm nézőinket innen a Lauber Dezső városi sportcsarnokból. Zárt kapus mérkőzésen a Debrecen gárdáját fogadja a PVSK Veolia, és itt ül mellettem állandó szakértünk Vojtek Aurél is. Ugyebár a Debrecenek úgy érkeztek ide, hogy szeretnének nyerni, kiköszörülni azt a csorbát, amit a legutóbb elszenvedtek a Soprontól, és hát nekünk is javítanunk kellene. Egy erős csapat, ez egy jó csapat, ez a Debrecen. Milyen mérkőzést vár? Szia! Köszöntelek és köszöntöm a kosárlabdát szerető kedves tévénézőket. Hát egy nagyon érdekes mérkőzés várok, ugyanis azt is lehetne mondani, hogy a 11. helyezett PVSK fogadja a 7. DEAC-ot, de hát, hogy Debrecen 5 meccset játszott, ebből 3-at nyert, 2-t kikapott, és az utolsó az éppen most kedden volt otthon, ami meglepetés, vereség volt a Soprontól. Nagyon érdekes, a bajnokság eddigi mérkőzésein talán a harmadik legjobb dobó a Moody, aki náluk van 20 pontos átlaggal. Most is dobott 18 pontot, de volt 11 eladott labdája azon a mérkőzésen. A vendég, tehát a most nálunk vendégcsapatnak, aki otthon játszott, a Debrecen, 28 eladott labdájuk volt azon a mérkőzésen, tehát ezen mindenképpen javítani kell nekik, ha itt eredményesek szeretnének lenni. Milyeninket meg ugye láthattuk a tévében, hogy az Alba ellen egy kiki meccs volt, tényleg az utolsó másodperces támadáson múlt, hogy nem tudtunk nyerni. Tehát itt az ellenfélnél van ugye Moody, aki most kintről elvállalta a triplát, hál' Istennek nem jött be, viszont ott van a centerük, egy nagyon szép volt Ruják részéről, gyorsan csapongónak tök, de említsük meg, hogy Ruják nagyon jó felnőtt a feladathoz ezeken, igen, a mérkőzéseken. Ugye a bajnokság előtt már mondta, hogy rá most nagyon sokat számítanak, és akarja, hogy mint idősebb játékos érzi a terhet a vállán, de nagyon jól megoldotta. Igen, és hát bekerült a válogatott keretbe is. Így van, hát ezt is említsük meg azért. Jól, igen, jól mozgott. Tehát itt a vendégeknél ott van Tóth Ádi, a Moody, aki jó, nagyon jó, másik négyes, ötös játékosuk van légiós poszton, de hát bízunk abba, hogy a mieink is. Hoppá, harciasan kell menni a labdájra, a szabad labdáért. Igen, Somogyi, aki válogatott szintén játékos. Igen, bekerült a bőkeretben. És ő is azonnal egy kosárra vetette észre magát. Mire kell figyelni szerinted majd a az ilyen eladott labdákra, illetve arra, hogy jó szedik a lepattanót a debreceniek. Ruják maradt benne a magasabb játékossal, Fautót is gyorsan. Tehát mindenképpen az ilyen pozícióknál kell figyelni, eladott labdákra kell, és jól kellene dolni. Hopp, már is azonnal van egy csere. Molnár jött be. Nem lettek Tud sokkal alacsonyabbak. Helyet, igen. Igen, csak talán vérzik a karja, igen, karja, igen, azért ment kis le, kormulás valamelyik lepattanónál talán. Tehát mindenképpen agresszíven kell védekezni. Óha, hát ez ugye most nem az agresszív védekezésünket mutatta. Szóba volt Molnára, hogy beállt, kijátszották rá a figurát. Ruják. Az Alba meccs, hogy visszatérre még egy másodpercre. Miközben Budimir kihagyja, aztán meleg átesik a, igen, és ellenfélen, és megint megszerzik a Debrecenit. Voltak. Éberebek voltak. Renovac nem adta le, ő a negyedik negyedbe bőven voltak nyerési esélyeink, és egy kicsit rutinosabb a csapat. 4 ponttal vezetünk 1-2 perccel a vége előtt, és egy kicsit rutinosabban játszunk ott. Nincs Budimir részéről az eladott labda, vagy Funderburk esetleg megpróbálja kintről is nem bevezetni, hogy sapkázzák. Tehát egy kis nüanszokon múlt, és ez egy szép eredmény lett volna. Hopp, lépés gyanús volt, hogy védekeztek most Trujákon. Trujak, várja dobni segítséget. Kell lassan, dobni kell lassan, meleg, el kell vállalni. Így rávó, is van. Jól van. Így is van. Ugye a fiatal szabály szerint
játszik, vagy Svára Gergő is, de hát ez neki is azt mondja, a helyzet el kell dobni. Jó, viszont a Debrecen. Somogyi Budinak, gyorsan lehúzzák a sarokba. Az szép, ez gyönyörű védekezés volt, amikor leesik a lepattanó a földre, ki van zárva a védekezés. Ott a Zicser. A nagyon jó játék, mert a második. 6-6 kiegyenlít a PVSK meleg duplájával. Heinz. Hopp. Demeter. Bevetsz a szemben. Őtőle várok egy kicsivel több harcosságot és egy kis pont erőt. Csere hazaiaknál. Igen, Demeter helyesen. Luis. Demeternek írjuk az első fautot. Egészen kiszorulnak a debreceniek, aztán a sarokban megtalálják Somogyit, és megvan a lepattanás. Igen, és hát most nem sikerült a kizárás. Molnár most szép haroggal visszatette. Molnár is a második dupláját éri el. Budimir. 8-6-os vendégvezetésnél. Aztán megfordul. A nyattesős Vejko, játsszuk ki azaz. Szépen indul Budimir el az alapon, eljut Rujákig. Az igen, és ez András. Bent van. Hátralépős. 8-8 és 5 és fél perc van vissza az első negyedből. Budi. A távoli. Az most jó lepattanunk. Drenalac próbálkozott. Luis megállítják. Budi. Megy vele, az, de hiába. Igen. Ezen testtelen. Na igen, és az volt. A keménység, amit az előbb hiányolta a Demeter, most azért odarakta magát rendesen Luis. Benne volt. Egy-egyre. Budi ráteszi, és igen. Bent van a tripla. Rujek. 11-10, az első triplájukkal. Budimir. Távol a gyűrűtől. Luis, megnézette még a gyűrűt is, és bedobja. És egy triplával válaszol. Nem maradt rajta ember, és ezt kegyetlenül kihasználta. 13-11. 4 perc, 10 másodperc van vissza az első negyedből. Hopp, alapon át mozgottak, igen, elaludtunk egy kicsikét. Renovac. Renovac szépen futott a gyűrű alatt. Luis? Elkapkodott dobás volt. Nagyon még föl se értek a többiek. Megint Rujak van benne ott. Ó, egy lépéssel megverték, és kihagyja, húha! Hányszor, ez egy nagyon nagy zicser volt. Hoppá, Budimir, jajjajjaj, nagy összetörjék ott. Vajkó kap cserét, Meleg Gergő is lejön. Brkücs érkezik. És Demeter visszajön. Igen, leragasztották a vállat. Tóltárinak mutatja a játékvezetőknek. Ugye Bencúr Tomás, Török Róbert és Söjtör Ferenc a három játékvezető. Igen, róluk még nem esett szó. És Fekete László a MKOS ellenőre, hogy teljes legyen a népsor. Igen. Az asztal. Meg tudott ott fordulni, de nincs bent, viszont ott, még ott oda piszkál, de nem tudta összeszedni. Kezéből esett ki a lepattanó. Funderburk, ez rövid lesz. És nincs lepattanó. Nincs lepattanó. És ott az ígyszer. Tóthoz nem jut el. Végül is. Bíró levért vele vissza. És meg oda tudott érni kézzel. Te egy marad bíró a Debrecennél. Ugye a második mérkőzése. Az Alba ellen játszott először abban a szezonban. Alapról jön tehát a Debrecen.
Tóth magasan. 3 perc a első negyedből. Itt az üres ember, és azonban dobás. Közelebb jön. A keze beforgott a bíró levét, hát a válláig sem ér. Megolt bedeszkázta. 15. 13 és 6. pontját szerezte. Micsoda földharcot. Megkapják a debreceniek. Harcosabbak egy kicsikét az ilyen labdánál. A negyed elején is láttuk egy-két ilyen példát. Somogyi, Budimár. Luis lassítja a játékot. Vihánysz. Igen, hát elaludtunk megint a védekezése. Ahogy indult már, ott volt előnye, és aztán jött a labda, most a folyosón begyogolt. Igen. Üresen nem állt előtte senki. És hát fogtal együtt, úgyhogy jöhet még plusz egy dobás tőlem. És ez is bedöcög. 18-13-ra vezetnek a debreceniek ezzel a büntetővel. Funderburk, Luis. Lendületből. Funderburk megint Luis-zal játszik össze. Luis rámeri, és jó. Ez jó, ezt tapsoltam meg, most látom a Alexics, hogy ez kell, hát üteme volt, beleállt, nem kellett utána még leütni. Budi. Tóth. El tudta vinni. Lehet, hogy ott kellett volna marad, és nem labdát szerezni, megpróbáltott a kisember labdát szerezni, de hát Tóth Ádi nagy keze között, ott ugye még csak elvesztek. Luis. 1.50 van vissza. Funderburk. Ez már lépés. Most lépés volt. Megindult. Megkapja a Debrecen. 5 ponttal vezetnek a vendégek, és valóban egy 45 nyögvenyelősnek tűnik az erőködésünk, olyan nem, nincs még az a felszabadult játék. Somogyi. Cső debrecenieket, az is fűti most, hogy hét úgy, de elszakadt. Igen, hát ez az iskolajáték volt ott. Brükics mellett ezt eljátszották. Ugye hét közben derült ki, hogy 2 napja egy koronavírusos a csapat edzője, és a másod edző meccsel most. Igen, igen, Kovács Adrián koronavírusos lett, ezért nem lehet itt. De Brikics alapon elment Tóth Ádi mellett, és szerzett egy duplát. Somogyi nagyon kín egyedül megint, bár bíró odaért. Hát, 5 másodperc. Jaj, gyerekek, nem szabad. Puta fault volt vissza. Egy vagy 2 másodperc hozzá támadó időből bíró lehet. Most kapnak még 14-4-et. És vesz a csere. Vissza Funderburk helyett. Egy percen belül vagyunk. Somogyi. Budi. Tóth. Brikics próbálja megállítani. Tóth visszaszerzi 3 ember között is. Igen. Aztán megszólal a síp. És dobhat 2-t. Debrecennek volt egy talán meglepetés győzelme Szegeden, az addig jó szereplő Szegedet kiélezett mérkőzésen. Ott is főleg center játéknak köszönhetően palánk alatt megnyerték. De hát most látjuk, hogy mi az erősségük. Bedobja az első. És ugye amivel még gyengélkedett a mi csapatunk, mindkét mérkőzésen, amit láttunk, az a büntető dobások is, jelen 50 fölötti volt éppen csak, tehát szoros mérkőzésen nagyon-nagyon fontos minden egyes pont. Tóth Ádi ugye ezt tudja. Be is dobja mind a 2-t így. És 24-17, 7-es pont.
Rikic. Kihozta. Kihozta. Rikic megfordul meg. Azt és palánkról. Szépen beforgatta. Heinz. Nem tudta ezt levédekezni. Somogyi. Író lassítja. Udi. Udi kapja az árás. 5 másodperc. Megkerül a sarokba. Drenovát. Bedobja egy triplát dobott. És ezzel vége a negyednek. 27-19-re hozzák ezt a játékrészt a vendégek. 8 pontos előnnyel fordulnak majd a második negyedre a debreceniek. Hát... nem azt látjuk hazai oldalon, mint amit vártunk. A debrecenek valóban győzni jöttek ide, látszott az első perctől kezdve a nagyobb akarat talán, a nagyobb küzdeni akarás a szabadlabdákért való harcba, illetve a lepattanóknál. Nekünk a védekezésünk egy kicsit még ilyen lagymatagabb, simán dobtak kintről, benne a centereket nem tudtuk megfogni, közeli egyméteresseket beforgatnak, lepattanókat is aránylag szedték, illetve a támadásainkban van eladott labda, lépéshiba, úgyhogy nagyon jókor jön most ez a rövidke kis szünet, ahol talán Alexics föl tudja rázni a csapatot, mert ez a kapott 27 pont, ez ugye nagyon hajazik arra, ahol mi volt a Kaposvár elleni első negyed, illetve az Alve, hát a Falkóról meg nem is beszélve, hogy az nagyon csúnya volt az első félidő. Úgyhogy ott is a végére sikerült kozmetikázni. De hát most egyre úgy néznek ki a fiúk, olyan sápadtak, mint a mez, olyan fehérek, kivéve légiósaink. De hát itt valamit nagyon-nagyon kellene, és kár mindig egy ilyen 8-10 percet, nagyisten 20-at adni fort az ellenfélnek, mert aki így tud hajtani a második fél időbe, a harmadik negyed, negyedik negyed, a végén is, mint a Kaposvár ellen, vagy mondjuk az Albát is, hogy jó meccset tudunk hozni, ezt miért nem tudjuk az első perctől kezdve? Ja? Foci zsargonnal, hogy bennmaradtak a csapatok az öltözőbe, de hát ugye lehet, hogy miénket jobban megzavarja, hogy nincs itt az a 2500-3000 néző, ugye mert zárt kapus a vírushelyzet miatt a bajnokság további része. Hát bízunk benne, hogy most ez az ötös, ami a pályán van, Luis, Bíró, Ruják, Prükics és Budimir most egy kicsikét megfordítja. Igen, de hát... vendégek ugyanúgy. Olasz, Somogyi. Budi. Budi. Drenovac. Igen. Tehát láttuk a Kaposvár ellen, hogyha közelebb tudunk jönni, és hát akkor utána úgy megyünk be a második fél időbe, akkor tényleg sok mindenre képes ez a csapat. Na, akkor Somogyi Ádámnak az első. Faltja volt. Bíró. Ez így sok volt. Ez egy oldalbedobást azért. NB1-be. Na, egy kis zavarral kezdi a második negyedet a PVSK, viszont most kellene egy jó védekezés. Igen, nagy lendülete. Hoppá. Támadó? Igen. Kicsit borította fel. Kicsit olvasta talán a játékot. Jól lépett oda, elfoglalt a pozíciót. Igen. Légiós elé. Játékvezetők ezt méltányolták. Hopp-hopp! Luis, figyelni! Megint. Meg gyerekek, dadog a labda, dadog a labda. Hát 7-es másodperc támadó idő. Nem kapja meg a Debrecen, szerencsére. Teljesen az oldalvonal mellé.
hogy... Ez a dekoncentráltság, ez tényleg kicsit bántó. Na, Trikic. Támadó. Nem merte végigvinni. Megverte az emberét. Tóth Ádit, és ugyanígy mindenhol a mi oldalunkon, ezen az oldalon Mudi védekezett nagyon jól. Segített. Heinz lejön a vendégeknél, és beáll Gaiton. Először a mérkőzés folyamán. És két mérkőzést játszott csak. Október 3-án, illetve 7-én azóta betegséggel, sérüléssel küzdött, és Polyák is lejön. Somogyi. Polyák. Na, jön a segítség. Nincs dobás, tovább kerül. Csak ijesztegetett. Polyák viszont elép az alapon. Ha nem tudja fel, tényleg felugrott vele és legaljaszta. Alapon, jönnek a... alapon megverte volna. Igen, védekezésben igen, jönnek a hibák sajnos továbbra is. Hazai oldalon. Brükkics. Bejön meleg. És visszajön Luis. Luis bíró csere. Alacsony poszton. Polyák is a rutinosak közé tartozik, 27 éves. Most a Sopron ellen a vesztes meccsen, de 17 pontot dobott. Most dob két büntetőt, hogy biztos beállt. Kézzel. 19-29. És 10 pontra elmentek a vendégek. Nőtt a vendégek előnye, és nem gyorsult fel a játékunk. Nem tűnik veszélyesebbnek egyelőre. Ruják. Majdnem becsapdázták. Luis. Ott, ezt el kell dobni már. Igen, de ha nincs lepattanó, el kellett dobni. Kimaradt a kísérlete. Ez a kísérlet is kimarad. Igen, és de ez, de az önbizalom azért megvan, mert ugye volt egy gyors indítás át, és most jött be szinte első labda érintésével. Szép volt. Csodálatos volt Funderburk. Kicsit első, farag. Első pontjait szerezte. A pécsiek légiósa. Kicsit faragott a különbségből. Tud ellen. Ó, iskolajáték volt. Figurát végigjátszották, csak az két dobásos kimaradt. Itt van Budimir már. Ruják. Ó, forba ment Budimir. Funderburk. Ejj. Ez jó. És hátrafele. Azonnal. Esősen. És akkor időt kérnek a vendégek. Na most egy kicsit kezdett magához térni a PVSK azonnal. Igen, de meg hát is akasztották a lendületét. Védő lepattanóból volt, tehát a vendégek hibáztak. Igen. Két dobást is, és ebből tudtunk gyorsan indítani. És volt két sikeres támadásunk, azonnal időt kértek, hogy megakadályozzák ezt a pécsi fellángolást. Igen, ha elkapnák a fonalat a fiúk. Pedig akkor hát lehetne ezen faragni. 2-15 telt el, és 6 pont a vendégek előnye. És még mindig nem látom azt az igazi tüzet, bár talán most. Tehát, hogy ilyen hibákat el tudunk követni, hogy oldalbedobásba vált. Kiszorulunk teljesen, és ilyen esetlegesnek tűnik némelyik támadásunk. Tehát nem úgy, mint az előbb is láttuk, hogy Tóth Ádi ott megkapta a körténnél, meglóbálta, befutónak adta, egyből továbbadta a dobásra, bár kimaradt az a dobás, de begyakorolt figurát végigjátszották. A mélyeink meg ritkán látszik az, hogy ez egy begyakorolt figura. Igen, és néha ez a tanástalanság is
Luiz is jött, ahogy vezette és nézte, pumpált a labdát, de várta volna, hogy valaki jelentkezzen. De hát ez nem majdnem elvették tőle. Nem, tehát... nem így működik. Igen. Legalábbis ilyen szinten nem így kellene működni. Gyerünk, srácok! Na akkor az időkérés után... Vendégek cseréltek. Egész pályán, mint a Pécs. Lassítják a labda felhozatalt. Molnár Dániel jött be. A vendégeknél. Kapja is. Tóttól. Aztán Polyáktól vissza. És bemutatkozik egy triplával. Jól szállt be. Erre mondjuk azt. Somogyi helyet jött be, tehát egy fiatalként. És kilépett ott. Hát most ez... Ruiz. Igen. Elba fejezi be szépen, de hát már előtte ott volt. Vonal. Kilépés. Igen. Értem. Vendégeknek. Tud már kér is. Nem igen, kapja egyelőre. Most kapja. És meleggel szemben. Hát ott nem, hát ez megverte. És utána mutatja, és... Igen, hát mutogatott, kapott egy könnyökös, tehát persze, de a dobócs erre. Nem... Nagyon elment. Meleg. Talán fölkarcolt a fejbőre. Szegénynek már a karja vérzett, most megnézik a fejét, hogy ez vérzik-e, rendben van-e, repette a bőr. Azért leviszik ápolni. És én helyette Molnár. Na hát akkor vérzik is, most lehetett látni, hogy folyik a vér a fejéből is. Szegény Tóth tényleg a vérét adja. Már a vérét. Igen. Adja a győzelemére. 11 pontra hizott az előny közbe. 34-23. Szem szerint. Igen. Minden megy, de tovább. Gyerünk. Ujják. Kicsit magasabb fokozatra, egy kicsit nagyobb összpontosítás. Meg a blokkot. Kellene. Budimir jött. Hát de nincs blokkra. Luis. Meleg. Na, egyedül. Távolodott a gyűrűtől. Vejkó. Abban benne volt a 35 év rutin. Az a hanyatt esős, hogy ne érjék el. Funderburk. Meleg Gergő hagyta ki ugye a dobást, hogy távolodott a gyűrűtől, nem tudta megverni az emberét. És ezáltal rövid lett a dobás. Igen, és hát nem is tudta kinek visszaadni, vagy... Hát nem, mert már többiek drukkoltak neki. Igen. Hopp, alapon, ez közelebb. Technikai hiba volt, hogy kiejtették a kezigoldást. A rontás után egy tripla lesz. Ez. Így van. Luiz. Második triplája. 28-34. És egy labdaszerzés. Gyönyörű. Funderburk. Besákolja. És olvad az előny. Igen, már csak négy pontos. Pontra. Funderburk megint odaér. Na, hát ő, ha valaki, akkor ő most felpörgött. És tényleg kezd azon a hőfokon égni, ahogy elvárná az ember. Moody jött vissza Polyák helyett a vendégeknél. Kapja is. Moody. Kapja zárást. Hittontól tovább a sarokba, és onnan is megvan a tripla a második Molnárnak. Egyet jobbról, egyet balról, a fiatal.
Szép teljesítmény az eddig tőle. Budimir. A szép. Megfordul és palánkra beteszi, igen. És még dobhat is rá egyet. Na hát Budimir is kezd éledezni. Most tényleg lehet érezni, hogy ő is kezd elkapni a fonalat. Miközben cserélnek a vendégek. Novács második faltja le is cserélik közben. Hánysz a pályán megint. És Budimir dobhat még egy büntetőt. Az jó. 33-37, tehát 4 pontos még mindig a vendég előny, 5 perc van vissza a nagy szünetig. Budi. Hánysz. Molnár. Most ez közelről is azt most nem lehet. Zicert. Szépen a három pontosnak körbevezette. És a fiatal dobott egy zicert is. Ha nem kegyelmes. Molnár. Jó, hát ha megszerben. Ha megkapja a lehetőséget, akkor él vele, úgy látszik. Ilyen, gyerekek, elmegy a támadó időnk, és még mindig milyen messze vagyunk. Ruják. Na, valaki. El kell dobni. Valaki vállalja el. Budimir. Ó, igen. Erős volt ez a palánka. Lejött. Ó, Hánysz. Egy iskola volt. Befejezte. Középen végigvitték. És egy védőnk volt, aki megtámadta a labdást. Alapon beléptek, és egy zsákolás lett a vége. Illetve pécsi időkérés. 41-33. Pedig megvolt az esély, hogy tényleg ez a különbség eltűnjön, 4-ig le is mentünk, tehát leszorítottuk 4 pontra, de aztán most megint egy picit megrázták magukat a debreceniek. Nem sültek a támadásaink, igen, megint. Kicsit akadozott a gépezetünk, és azonnal megbüntették a gyors játékukkal. És így lett újra 8 a különbség. Köszönhető ezt ugye hát Molnárnak is, aki azonnal 2 triplát, meg egy duplát dobott, és Molnár, ugye Dániel, igen. 2 sarokból egy-egy 3 pontost, illetve körbevezetve a büntető területen senki nem akadályozta meg, és dobott egy zicsert. És ugye 22 éves. Fiatal, 5 pontja volt eddig az Asa ellen, mind az 5 mérkőzésen játszott. Egyszer volt kezdő, 7 percet kapott, eddig 1,4 volt az átlaga, hát most gyorsan ezt kicsit megfejelte ezzel a 2 triplával meg az icerrel. Te most kap ennyi lehetőséget, akkor hát, most él vele. Így van. És jól is teszi. Bíró. Jött vissza, illetve Brkic, Budimir kapott pihenőt és Ruják. Demeter is ismét pályán, hazai oldalon. És Funderburk is. Aki majd... Luiz jött föl a labdáért. És Funderburk kapja vissza. Brkic most belépett a gyűrű alá, de hát közben visszaváltottak, az már... Brkic megy az egybe, megpróbálja? Igen. Az, jól van. Igen, most ő is jó. Szóval csinálta. Csinálta. Udi. Udi. Nem szabadul csak most a labdától. Fiatal Molnár teszi tovább. 8 másodperc. És ott az üresen maradó Hánysz, aztán át a sarokba. Nem jó a kísérlet. Dranovac. Tripla kísérlete, ez Zicser, Luiz. Budi már nem ért vissza, hogy meg tudja akadályozni. Újból pedig... 4 pontra közelítettük meg a vendégeket, 37-41. Marad? Nem marad. Nem marad, mert a tripla Budi is fölnézett az eredmény jelszőre. És úgy gondolta, hogy akkor még tesz hozzá 3 pontot a debreceni második tripláját ő is. Brkic, dobócsel. Ah, igen, elugrasztott a Hainzt dobócsel. Jön is Tóth Ádi egy
bekötött fehér. Molnár helyett a pályán. Még egy kicsit húzza. Igen. Dragan Alexic. Még Szolnokról talán az ismerettség, és mondta, hogy néz ki játékvezetőnek, hogy néz ki, miért játszhat. Igen, igen. Szabályos szerelés, ez így. Bejöhet így. Na és akkor Brikic. Igen, hát eddig eléggé hadilábon állt a büntetőkkel. Nézzük, hogy javult-e ez a rész. Nem, sajnos nem. Orba dobta a gyűrűt. Hát. Alapvető dolgok ezek, hogy egy légiósnak azért. Hát. És akkor megint rossz védekezés, fault. Ketten is a nyakába ugrottunk. Ráugrottak. De hát eleve későn, ütemkésésben voltak a védők, ahogy visszaértek, kétségbe esettem. Felugrottak, aztán ez az eredménye. Hogy büntetőznek a vendégek? Nézzük Heinzt. Ő bezzeg bedobja. Dobott az első negyedből is egy gólyó, plusz egy dobást, úgyhogy... És mind a kettő. Hibátlan. Újból 7-es pont, és már 7 pontnál jár. Nice. 39-46, amikor 2-20 vissza nagy szünetig. Ez is csak gyűrűig jutott. Így marad nálunk, de hát... Nagyon-nagyon döcögős ez tényleg ez a játék itt támadásban. Az a részről. Fut ez Demeter. De hát ez itt nagyon messze a gyűrűtől. Körbevezeti. Most Brükücs. Ott azért ott egy blokkot neki. Igen, ez most jó figura volt. Így működik ez. Ez szép volt. Tehát ahhoz kell a társ is. Di. 41-46. Hopp, beleértünk. Luis. Visszahúzza. És megszerezte. Szerezte. Aztán eladja Tóth. Még egyszer próbálkozhat, ott kis emberrel van. De ilyen, hogy egy megszerzett labda volt már megint. Igen. Is dadogott ott a kézbe. Hát nem tudtunk rá kapni. És akkor bíróra ráfújják a negyediket. Igen. Közben visszajön Ruják hazai oldalon, és lemegy Luis. Tóthárd is dobott már 2 büntetőt. És ez is bent van. Igen, ez 9-ből 9 büntető. Vendég oldalon. 100%-osak. Funderburk. Funderburk beviszi, aztán meglátja Rujákot a túloldalon, aki az kimaradt a távoli. Tóth. Molnár. Ne patanunk, és alszunk se volt, úgyhogy... De az eljut végül, de aztán kiejti, eleve rosszul kapta. Na, bíró mit kezd ezzel? Bedobja. Palánkkal. Igen. Okay. Sürgelába gyorsan elindult, szerzett labdánk volt. 43-48, 1 perc még a nagy szünetig, de nem szabad vantani. A Debrecen kapja. Hiába akartad, Dragan Alexic. Egy másodperc. És vissza hozza Meleg Gergőt. És jön Budimir is. Magaséta legalábbis. Úgy tűnik, Dragan Alexic. Meleg, Budimir, Demeter, Ruják, Funderburk. Megint labdát szereznek a fiúk, és Funderburk befejezheti, így is van. 45-18. Tizedik pontját szerezte, és mindet ebbe a negyedbe dobta.
És így feljön három pontra a Pécs. Na, mindjárt szemben néz ki. Lőtávolságon ugye? A Debrecen, igen. Most így a negyed vége előtt, akkor 48 másodperc van vissza az első fél időből. Egy triplányi különbség. Igen. Hát a fiúk kicsit kényelmesen kezdték, olyan, mintha elindultak volna autókázni, mikor rájuk szóltak, hogy fiúk, azért ez egy autóverseny, nem egy hétvégi kirándulás. Ja, igen, és még akkor a felvezető körnél tartottak, igen. Mikor mellőtték a rajtot, de igen, ezzel együtt... Most ugye a végén kapcsolnak. Most látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor a vendég is eladják a labdát, akkor az a gyors indításokból tudunk operálni. Tehát megvan a csapatban lendület. És az elmúlt mérkőzéseken az a 28 eladott labda a debreceni oldalon azért iszonyatosan sok. Igen, és hát most is itt rontottak, főleg itt a második negyed vége felé azért láttuk, hogy nem olyan biztos kezűek ők sem mindig. De hát köszöntük szépen, éltünk vele. Így kell csinálni. Na és akkor most jönnek a vendégek is a pályára. Percen belül vagyunk. És kijönnek egész pályára a fiúk. Igen. Neked támadni. Funderburk. Ó, és ellett a labdát. Igen. Fölpattant, valaki hozzáért. Funderburk, igen, még hozzáért. Az a oldalon egy kicsit. De ez együtt nem lett zicser. Játékvezető átmászott a palánkon. Igen, most nincs közönség, aki visszaadná. Igen, most több szerepet töltnek be a játékvezetők is. Na, nem a palánk mögül fog dobni a játékos. Most cipőt igazít. Húdi nagy mágus Tótádinak oda. Megvan végül. Egy kis szerencsével, melegérgő kezével. Eljátszották volna az egyszerű trükköt ott velünk, Húdi, hogy ott a cipőjét igazítja, közben Tótádinak a gyűrű alá. Ez miért? Na, jól van így. Talán még lesz ebből valami, így is van. Na, legjobbkor töri meg a gólcsendet ő is. Egy pont. Öregnek a másodpercek lassan. 13 másodperc a vendégek. Lassan vége ennek a negyednek is. Azt jó lenne megúszni kosár nélkül. Kapott kosár nélkül. Molnár végül. Oda kerül és... Az a dudaszó pillanatában nem sikerült ott a betörő játékost megállítani. 50-47, három pontos. Igen, hát kaptunk megint 50 pontot. Mehetünk nagy szünetre. De azért már itt egy kicsit biztató jeleket is láttunk itt a második negyedben, úgyhogy bízunk abban, hogy megint jön egy olyan feltámadás a második fél időben, amit például itt ezen a pályán láthattunk a Kaposvár ellen. Most azonban egy picit pihenünk, aztán pedig jövünk vissza a mérkőzéssel. Három pontos hátrányból vág neki a második fél időnek a PVSK a Debrecen ellen, viszont mi a nagy szemben megkaptuk a statisztikát, amit átnézett Vojteka úrjel állandó szakértünk. Miket találtam, mire hívnád fel a figyelmet a számok alapján? Nagyon csalók a statisztika, ugyanis eladott labdából ugye dobtak több pontot, 12-t a vendégek, mint csak 9-et. Gyors intításból jobban állunk, mi 13 pontot dobtunk, ők csak 6-ot. Akkor a festékből dobtunk mi 34 pontot, a vendégek csak 24-et. A második esélyből dobtunk 22-t, ők csak 14-et. Tehát jobbnak tűnik, viszont ami nagyon érdekes és fontos, hogy ők 38%-osan dobják 13-ből 5-öt a triplát, nekünk mindez 9-ből 2 csak, és ami nagyon szembetűnő volt, hogy dobtunk 2-ből egy büntetőt, míg a vendégek 9-ből 9-et, tehát ugye az a sok-sok segédpont az milyen sokat számít, illetve az, hogy
9 asszisztunk volt nekik, 12, tehát ezeket a bejátszásokat az nagyon jól végigjátszották a figurát, és az 5 eladott labdájukkal szemben hazai oldalon volt 10 eladott labda. Tehát nekünk dupla annyi eladott labdánk volt, mint nekik. És ugye a vendégek, említettem, hogy a Sopron ellen 28 eladott labdájuk volt hazai mérkőzésen most kedden, ehhez képest most egy fél időben csak 5. Úgyhogy ezt nagyon le tudták redukálni, és a tripláiknak köszönhetően, illetve Tóth Ádék gyűrű alatti munkájának köszönhetően volt ez a vezetés. De hát most a fiúk egy kicsit kozmetikáztak ezúttal is. Két duplával följöttünk. Igen. 51-52-re. Igen. Ebben a harmadik negyedben Poyek kezdte meg a pontgyártást. A rontott kísérletére ment, és aztán visszaszerezve a labdát bedobta. Brikics válaszolt rá, és akkor most pedig Luist láthattuk, ahogy a magas ember mellett bátran felment, és betette a gyűrűbe a labdát. Így alakult ki az 51-52. Egy pont a hátrány jelen pillanatban. És ugye most a vezetésért támadhatunk most. És nincs ugye a fiatal szabály már, tehát most nem kell a fiatal korosztálynak pályán lenni, de Tóth Ádám nem nagyon fog fautolni, tehát rutinos játékos, inkább a magasságát próbál kihasználni, de ezt most Budimir vette észre nagyon jól, és a hónalat bedobta. Fújtak előre, igen. Ő érkezett nagy lendülettel, és nem egészen szabályosan, úgyhogy... Most Luisra. Luisra fújták. Luisra? De neki is első. Uh-huh. Lényeg az, hogy dobhatnak büntetővonalról a vendégek. Az első megvan. És hát az eddigi... tapasztalatok alapján sok jóra ne számítsunk. Igen. És ez is bent van. Így akkor ez már 11-11. Igen. Büntető a vendégeknél. Folytatódik ez a tendencia, 100%-os. Ó, ez is jó szép volt. Funderburk. 55-54, egy pontos hazai előny. Folyák le a sarokba. Ez egy sima kinti dobás. Egy tripla még hozzá. Nagyon furcsán néz, egy bal kézzel dobja, de hát... Igen. Hibátlan dobás volt, neki is a második triplája. Brikics felteszi, repörög a gyűrűről. Marad az 55-57, vagyis a debreceni vezetés. Heinz. Poyek gyorsan tovább. Gyorsan járt a labda. És megint a balkezes Drenovac. Nagy lendülettel bedeszkázta. És azonnal 4 pontra elhúztak. Elegérvő jön majd. Brkics helyett. Kicsit súlytalanok vagyunk center poszton. Nem ügyetlenek a centereink, csak nincs meg a súly. Én azt mondom, hogy Tóth Ádiban van az a 120 kiló. Az ezzel együtt, igen, bravo! Igen. Na, ez most egy szép kisember, nagyember kapcsolata volt. Jó lépett, leadta a labdát, jó lépett be üresbe. És fautól együtt. És újra visszajött a Pécs egy pontra. Ahhoz azonban meg kell dobni a büntetőt. És igen, megvan. Na, jól van. Hát kellenek tényleg ezek az egy-egy pontocskák, ahogy mondtad is, sokat jelentett ez a végelszámolásnál. 58-59. Poyek vezeti. Popok még. Popok Luis nem figyelt. Hát... Nem figyelt. Dujákot megverte, és Luis meg a túloldalt figyelte csak. Hát igen, nézett a másik irányba, aztán meglepődött. No, nem kell most mindenkinek triplát dobni, azt elviszik. Bele tudtak piszkálni, hát annyira lassú volt az a labda. Ruják még összeszedte Luis már. Az egy jó tripla, na. Tripla!
61-61. Mudi vonal mellett tulatott. Ez jó volt a segítés, de hát a gyűrű alatt benn volt. Hallják. Kiteszi Mudinak, hogy tovább. Megint a sarokból, a balkezes furcsa dobás, és beesik végül. Hansznak nem kell, ugrott, de hát már nem kellett benyúlnia, beavatkoznia. Ragovac ismét ugyanonnan egy triplát, a szép. Na, hogy felgyorsultak az események, csak egy kicsit ott a védekezést kellene összerakni, hogy ne kapjunk olyan sima triplákat. Tud, hát... Igen, ezt jó érzékkel lefújták a fiatalnak. Jön a csere a vendégeknél. Kajton a pályán megint. Gergőnek ez csak az első faltja volt. Puják. Meg tudta tenni, eljut Mudig. Ő is. Ő pedig bevágja a triplát. Ez a harmadik tripla abból a sarokból. Budimir. Az nem jó. Szóval rossz kísérlet volt. Igen, hát gyűrűt sem ért. Alexic mondja, fault sem volt, és senki nem ért bele. Nem, ez egy ilyen Rigoletto volt emberrel együtt. Még a túloldalon ugye a vendégek 3-ból 3-at onnan a sarokból bevertek. Terenovec vissza. Mudi. Terenovec onnan is megpróbálja, megám. Ez most de rövid. Összeszedtük rövid le. Olyan lassította le nagyon szépen Funderburkot. Funderburk még mindig. Igen, meleg segíteni neki. 10 másodperc. Ott volt a center. Igen. Duják. Bedobja. Na így. Így megbocsájtható, hogy végre egy triplát kihoznak belőle a fiúk. 66-67. Egy pontos vendégelőny. Akkor mikor már... Tóth. Hát, megoldja. Őt, ez könnyedén ott a gyűrű alatt. Ez az erőfölény tényleg, ahogy mondtad, fizikálisan ott korlátlan úr. Uralja azt a teret. Tolják. Jó fault. Mondják neki. Csapat második faultja volt. Dragasevics érkezett hazai oldalon. Először van pályán a pécsi játékos. És a túloldalon Tóth is lement. És helyette Molnár pályán. Molnár Márton még hozzám. Dragasevics. Hát a horog. Jó lett volna a bemutatkozás. Szép lett volna. Mudi. Megtalálja az embert, aztán eljut Polyákig. Jöjjött le az alapig. Vonal. Már rálépett, igen. Így van, lehetett látni. Igen. Ebből a szögből, ahonnan most ülünk az új helyünkről. Igen, most rendhagyó helyen ülünk. Lehetett látni. Visszakerül lassan a játékszer is. És akkor fogják hozzá a játékbalabdát. Vendégelőny 3-30 a harmadik negyed véget. Nagyon gyorsan eltelt ez a... Igen, most jobb is a játék. Nem veszük észre annyira. Igen. Ez... Meleg Gergő nyúlt a labdáját, de úgy látszik, hogy vendégkézről ment ki. Húdi reklamál nagyon. Mosolyog is a... Úgyhogy képzelik, hogy ő Meleg Gergő mellett eldobta. Csak a gyűrű kövét találják. Gyerekek, így pedig, nehéz. Pedig meg volt az esély, hogy átvegyük a vezetést. Tóth Ád is nincs a pályán, ez a gyűrű alatt. Mudi messziről. Ő is.
Gyűrűt találta, biztató kísérlet, mert gyűrű felé ment. Demeter Zsúják csere, az a jó dolog. Funderburk. Ruiz-et. Lassította. Funderburk. Ezt se tudják még szedni, kis szerencsére. Ezek Ruiz. Megint ilyen dadogós labdák. Hát. Drága Sevics a sarokból. Nincs. Nem jó. Kerekek ez. Udi tovább húzza, aztán megvárják Polyákot. Ott a játékban. Túloldon kimaradnak a dobások, itt lábbal megvernek minket. És Polyák dobhatja büntetőt. Rövid? No. 100%-os statisztika most. Igen, pedig lerúlik. Polyák is dobott 2-ből 2-t az előző negyedben. Gyorsan kurigál is. Igen, ledobja. Jön közben Somogyi. Éppen Polyák helyett. 70-66. A vendégeknek újabb 4 pont. És 20 pontot dobtak már ebben a negyedben is. Az elsőben 27-et, a másodikban 23-at, és már most is 20-nál tartanak, és van vissza 2-10. Ruiz. Funderburk. Egy csellel indult. Gyönyörűen megverte ezzel a Moody-t, aztán pedig beteszi a gyűrűbe. 68-70. Megint csak 2 pont. És 2 perc még a harmadik negyedből. Somogyi, kapja a zárást, körbejár a labda, a sarokba elhozza, ráítom aztán. Nem tudják befejezni, pedig ott a gyűrű alatt ketten is megoldhatták volna. De kár, hogy nem esett volna. Funderburk. Igen. Nem volt akkor a fault, hogy a nagy jobbra lépek, balra lépek, az zavarta inkább meg. Márton második hibája. Kettős csere hazai oldalon, visszajön Budimir, illetve Brikic, Ruiz lejön. Valamint meleg Gergő. Funderburk dobja a büntetőket, ő még ma nem kísérletezett. Közben kis kupok tanácsolják. Debreceniek oda se állnak, igen. Inkább megbeszéljük, hogy mit is kéne játszaniuk. Egy pontra megközelítettük a vendégeket. Kiegyenlíti. Funderburk. Nem. Most nem. Kár érte. Nem elég, hogy kevesebb büntetőt dobunk. Lényegesen kevesebbet is, azt is rosszabb százalékba. Somogyi. 4 pécsi közül szedte ki a labdát. Molnár. Dragasevics. Első hibája. De dobás lesz. Igen. Mert túl van a 4 csapat személyén. Woody. Mászik az, de Woody bedobja. Maga biztosan. Hát van egy 69. Ez ki jön? Másik kimaradt. Egy 10. Funderburk. Igen, szabálytalan blokk. Budimir. Ilyenkor mondják azt, hogy ez nem csak a blokkot adó játékos hibája, hanem aki a labdát vezeti, mert a játékost be kell vezetni a blokkba. De hát Budimir se tudta, hogy mit akar csinálni Funderburk. Mert ha lendületből vezeti, akkor egy lépéssel odaáll, és akkor van
Tényleg zicser. Megint egy szemben láthatóan begyakorolt figura, végigvezetve. Drenovac zicserével zárult. És időt is kér a hazai együttes, 69-73-nál 4 pont megint. És 51 másodperc a harmadik negyedből hátra lévő idő. Hát nem jött meg az az áttörés, amit szerettünk volna látni itt a harmadik negyedben. Voltak biztató jelek megint, tényleg. Igen, egy-egy pont, meg egy-egy rövid idejű kis vezetés. Rujáknak volt egy triplája, ugye. Talán voltak gyors indul, Funderburknek voltak egy gyorsabb labdavezetéses betörései, ami kicsit úgy reménykeltő volt, de aztán utána megint a vendégeknek az a három demoralizáló tripla onnan a sarokból. Az. És utána az nekünk meg a kimaradt utána meg a rontottak a hazai oldalon, igen, azokért kár volt. Két pontosokat kihagytuk addig, amíg ők gyönyörűen szépen onnan a három triplát bevertek. És ugye megint a büntetők, hogy többet dobnak és jobb százalékban, mint mi. Nehéz lesz mérkőzést nyerni. Rujak közben visszaérkezett. Nézzük a debrecenieknél, kik jönnek. Somogyi, Mudi, Molnár, Drenovac, illetve Gajton. Rujak. Rujak, indul a mozgás, Rujak. Brikic próbálkozik centerbe, de már nincs támadó időnk már lassan. Brikic dobni kell. Ezért elvesztett, ez a fejszányod elvesztett, eldobta, kész. Hát, ez semmit nem érte ez a támadás ott a gyűrű alatt. Egy impotens labdapattogtatás, távolodunk a gyűrűtől és hanyatesve eldobjuk. Sansztalan, hogy egy fautót is fújjanak, hisz eltávolodott a... És kapunk egy triplát. Oldalról jöhet majd a pitch. Somogyi második személye volt. Dobni kell. Igen, de hát palány mögül ez ilyen. Hát igen. Nehéz szület volna. Reménytelen volt onnan bejutatni a gyűrűbe. 7 pontos előny a Debrecennek. Így fordulunk majd az utolsó játék részre. Igen, és 26-22-re ezt a negyedet is hozták a vendégek. Tehát 27-23-26 pont, amit dobtak. Mindenképpen, igen, parancsolj. Csak annyit akartam mondani, hogy amit ők tudnak játszani, amit a bajnokságban is eddig játszottak, azt jobban játsszák, mint mi. Hát amit ők tudnak, a triplát, a végigvezetett akciókat, mindenki megtalálja a helyét, aki csereként áll be, az is, azt jobban játsszák, tudatosabbnak tűnik a játékuk, mint a miénké. Úgyhogy... Kiszorulunk a gyűrű alól, ugye ezt okozta Budimirne is itt a támadót, hogy adjon blokkot, próbál blokkot adni, de ami a labdavető játékos nem kíséri meg, hogy az ő védőit belevezesse a blokkba, hanem önállóskodik, dadog a labda, nem tudjuk ütemre beadni a gyűrű alá. Amikor ott vagyunk, azért kicsit olyan stúlytalanabb a center játékunk a gyűrű alatt, még akkor is, amikor nem Tóth Ádám van a palánk alatt, hanem Molnár. Tehát ezek, és ha nem küszöböljük ki, akkor hát igen, és nagyon hogy... nehéz. Nem csak a mai mérkőzése, hanem láttuk, hogy eddig is ez volt a hiba a Kaposvár ellen is az elején. A Falkóz ez egy másik kaszt, egy más kategóriát igen, képviselnek. Igen, de hogyha ezeket a dobóhelyzeteket is kihagyják itt a fiúk, ahogy itt láthattuk, hát tényleg így
nagyon minimális az esély, hogy ezt meg lehessen fordítani. 7-es pont a vendégek előnye. Akkor gyerünk az utolsó felvonás kezdődik. És ugye már csak 10 perc van vissza, tehát most nincs olyan, no, majd a következő negyedbe. Itt ez az egy 10 perc, és itt most valamit repeszteni kell. És úgy, hogy totál ül a padon, még mindig. Budi, az most a milyenki. Így van, tartott labdának minősül. Ők kezdték a negyedet. Gyerünk! Rúlják! Funderburk, Brikic, na megold, milyen lagymatag, hát a kis ember egy nyakán átugrani és bezsákolni, hát. Hihetetlen. Somogyi. Zanovac. Somogyi rámeli. Nincs bent. Lapos lett. Lapos volt, nem volt meg az a megfelelő ív. Rúják. Kiteszi Demeternek a sarokba, és ő bedobja. Bravo, Demeter. Triplával indul. Az utolsó negyed, méghozzá Pécsi triplával. 72-76 vendégek mennek 4 ponttal. Nyitom. Szagra Novácnak, Budi. Rövid, ezt lekapkolta, sem blokk, sem faut. És sportszerűt le, mert utána, igen. Igen, hátulról. Jön is vissza a Tótádi azonnal. Volnár ment le. Ne is még vitatják az előző esetet, na de hát kénytelenek elfogadni azért most na, már. Nem utolsó játékos volt, de régen megverték, és ugye pont ő volt az, aki kihagyta a dobást, és akkor meg akart állítani, régen egy taktikai fault lett volna, de most hátulról utána ütött. Első jó. És a második jó. Is bent. Na így kell ezt csinálni. És akkor marad Funderburk támadás. Hozzák. Luis a pályán helyettem. Luis. És 2 pontra zárkóztunk. Na egy triplával át lehetne venni a vezetést is akár. Na most kihasználni Brkücsnél, de hát... Rúják. Az bent jó. Van, jól van. Egál. Na, akkor egy jó védekezés most. Ez tényleg nagyon fontos lenne. Tóth már megy is be a festékbe. Nem ő kapja, Drenovac. Igen, de beleszaladt a falba. Most ugye nagyon jó védekezett Demeter. És aztán ő... Nagyon jó védekezett, ugye egy helybe állt, függőlegesen föltett kézzel. Éppen ezt nagyon jól lehetett látni, de Alexics mutatta, ütötte a fejét. Látod, ezt kell csinálni, nem fölugrolni a nyakába, mert az csak fault lehet. Földön volt, nyújtott kézzel, függőlegesen. Támadó beleugrott, nem ment be, és a szerzett labdából nagyon szép kosarat ért el. Ilyen okoskodásnak tűnik, de hát ezt kértük tőle, vagy illetve ezt említettem az első negyed elején, hogy őtől ezt várjuk, ezt a harcosságot, a pontokat. Most dobott egy triplát, volt egy jó védekezése, és egy zsákolás közeli zicser, ami meghozta a vendégek időkerülés kedvét, hogy azonnal időt kellett kérni, mert 78-76, és 2 perc telt el. Sok van még azért. És borzalmasan sok van vissza. 78-76-os eredmény, ez elfogadható lenne, csak hát ez egy 8 perc, amíg vissza van. Ugye nagyon érdekes volt, hogy a mérkőzés elején vezettünk 1 perc 16 másodpercig, és onnantól kezdve 15 percen keresztül a vendégek vezettek, ugye ez a nagyszünetes statisztika volt, tehát egy 15 percig vezettek. Azóta most értük utol őket ezúttal is, hát nem lenne baj, ez a előny már megmaradna, de hát
Vendégek se azért jöttek olyan messziről, hogy ezt nekem simán hagyják. Nem. Nem fogják, abban biztosak lehetünk mindannyian. No és akkor... Demeterjön ki. Folytatódhat a vérkőzés. Kicsit jobban. Polyákkal. Most inkább Somogyival megy. És már vissza is állt. Tolt, távol a gyűrűtől, de most lendületből megy, kéri már a labdát. Somogyitól kapja is. Tolt. Messze a gyűrűtől, ott nehéz lesz be. Farolni neki azt a gyűri brikicset, és az alapon... A gyenge oldal, ugye? Igen, nagyon jól látta ezt Tóth. Nagyon jó szemmel észrevette, hogy üresen belopakodott Granovac. Demeter Budimirt veszi észre. Itt nem lehetett bemenni. Na, Luis. Ó, jaj. Támadó. Ez könnyű síp megint, könnyű síp. Ez most nem esett jól. Nem. Pécsi oldalon senkinek. De higgyünk a játékvezetőknek, mert eddig nem vetett rájuk panasz, jó fújták a mérkőzést, ami sportszerű mérkőzés egyébként. Kevés fouttól. Igen. Somogyi, Budi. Hol azt támad most, ezt miért nem fújták le? Tóth ellökte. Ruják. És ott, hogy menne fel, megütik a kezét. Tóth most nem csak a testi erejét használta ki, hanem az alkarját, hogy eltávolítsa magától a véd meleg Gergőt, és úgy szerezte meg a labdát. Ezt nem látták most. Játékvezetők viszont Ruják ellenit, igen. Bent van. És kellene nagyon a második 79, is. 79-78, 8 pontos Ruják. Ott most van. Már 9 pontos Ruják, és 80-78, 2 ponttal vezet a Pécs. Ruják jön le. Funderburk. Lassítjuk a debrecenieket. Somogyi. Budi már. Polyáknak vissza, aki üresen maradt, és Polyáknak ennyi elég. Egy pillanat is, hogy bevágja a triplát. És ezzel pedig átveszik a vezetést. 81-80, akkor mikor 6,5 perc. Van vissza. Budimir. Miért? Ketten jöttek rá, de megtalálja. Funderburkot, aki meleget dobni hozta kell. A játékba. Eljut. Demeter beszenvedte. Demeter. Szinte a térdem a földet érte. Ez nehéz szülés volt így. Hoppá. Elterül. Miért meg is vissza védekezni. Igen, az jó fault volt. Csapat második. Funderburk követte el. Funderburk első faultja. Akkor jönnek a vendégek. Egy pontos hazai előnél. Budi. Somogyi lépett ki végül, hogy kaphassa, aztán húzza vissza Mudinak. Tóth, két emberrel a nyakán. Igen, hát mindig csak mögötte van a védő, akkor ő be fog hátrálni. Fél erőről meg nem tudjuk lefogni, mert olyan karmunkája van. És hát látjuk, lehetnek rajta ketten is, akár akkor is megcsinálja ezt. Somogyi, Eli Budimir mellett is bedobja. Fiatal versenyző. Igen, most lámból megvertem. Melyik út? 83-82, egy pontos vendég elő. Budimir. Budimirnak is hiányoznak a pontjai. Távoli triplák. 5 másodperc. Funderburk, hopp. Nagy szúzás volt, úgyhogy ez kicsit tovább vár a játékvezető, akkor ez sportszerűtlen lehetett volna.
volt Ádám az első fajtja, azt mondta, hogy nem fogott nagyon a gyűrű alatt csapkodni. Meleg, messziről? Húha. Hát ez nem biztos, hogy a... Nem az ő dolga lenne. Vendégek is eladták, elkapkodták. Most ez ajándék nekünk. Csak hát élni kellene vele, ruják. Nincs senki, nincs. Lepattanai rujákat kitolták a gyűrű alól. És Tóth érkezett. 85-82, 3 pontos vendégelőny is, 5 percen belül vagyunk. Funderburk bedobja, jól van, tripla. Ezzel pedig újra egyenlő. 85-85. És akkor most nagyon figyelni. Ezért nem hagyja a Mudit. Ez megkapja segítséget. Ezen a játékos a póker arccal pedig bedobja. És beverje a negyedik tripláját, dobja. 88-85. Funderburk. Már segítséget, de hát Tóth. Második személyét gyűjti be, megrángatta a Gergőt. Meleg lejön. Prükics a helyén. 4-20. A visszalévő idő is 3 pontos vendégelőny. Rúják. De hát távol a gyűrűtlési. Prükics. Az faul. Igen, összeugrottak előtte. Na akkor... Hol a labda, ezt mondják. Miért nem figyeltek a védők? Későn ugrottak össze. Ez most jó. Rökücsi, jó. Kell a következő is. 86-88. Ez kijön a gyűrűről. Nem tudunk közelebb lépni. Két pontos vendégelőny, és támad az Egrecen. Udit, hajd! Azt hittem, hogy meg tudják szerezni a fiúk, de nem. Tóth. Megint alapon belopakodtak. Lát. Ó, de az nem! Ez nem, most az alapfonos játékvető mondja, hogy nem látott semmit. Nem, Tóth elhagyta a labdát, most megkegyelmeztek nekik, és ez nem az első eset, Spori. Nem az első eset. Az Ebrecen. Udi, belövi Tóthnak, ő tovább Polyáknak. És végül Somogyi szedi össze, pedig Polyák is jött a saját lepant tanuljáért. Most másik oldalról Polyák. Társat keres inkább. Somogyi próbálkozik. És rövid, és ő is jön, és megszerzi a lepattanót. Igen, hát azért ez luxus, hogy hagyjuk neki. Háromszor kísérletezhetnek. Nem esik be. Viszont fault van. Brkics esett a nyakába. Ötödik. Könnyen ugrálok. De ugye lepattanót ott háromból egyszer összeszedtük volna, hát akkor ez akkor nincs, ez de nincs. Hát de láttuk, hogy egy Polyák is ment a sajátjáért. Somogy is visszaszedte a saját kiadott dobását. Hogy ezt lehetett talán érezni az első perctől kezdve, egy picikét. Hogy talán jobban kaparnak a vendégek. 88-86-na. Polyák bedobja, nem kegyelmez. 89. 86. És 3-20 van már csak vissza. És
Bedobta. Megvan a második is. 90-86, 4 pontot kellene ledolgozni. Ami nem lehetetlen küldetés, csak hát... 3 perc alatt, igen. De hát nem olyan biztató ez a támadójáték. És ez, hogy eldobja. Na, hát most... Hát ez így... Funderburk. Levert egy triplát gyorsan. Ez így rendben van, de hát ebből látunk kevesebbet sajnos. Csak jó védekezés kellene. Többet. Fogják. Elép meleg mellett. Lépés, ez lépés volt. Ez lépés igen. Volt, igen. Nagyon szép volt, de ez lépés. Fogják. Luis. És bent van. Luis. És már is átvettük a vezetést. 91-90. Mindjárt Tóthágyatonnal jön vissza. Gyorsan megoldották a fiúk. Kéne tartani ezt a lendületet azért. Következő 2,5 percben is Somogyi. Rengedi, és jó a tripla. Jó a tripla. Meg gondolom, ha nála a labda, akkor talán a legveszélyesebb. 93-91. Nem volt jó melegnek. Mudi tovább. Heinz. Időt kellene kérni. Igen, meg is van az időkérés. Mert most megint megléptek ugye a vendégek 4 ponttal. Egy fél perccel ezelőtt még ott volt. És akkor gyorsan kaptunk egy triplát, meg egy zicsert. És megint egy rontott támadás itt melegnél. Bent egy gyűrű alatt rosszul jött a labda. Nem tudjuk végigvinni. Hát kár érte. És Tóth Ádit megint visszahozzák, ugye csak egy másfél percet ült, az épp elég volt ahhoz, hogy egy kicsit a mi palánkunk alatt ne szerzenek lepattanót. Tudtunk dobni egy triplát, meg egy zicser, de hát az előttünk megint a puskapor egy részét. 95 pontot dobott a vendégcsapat. Addig igen, is jól dobálták a pontokat. A Sénak dobtak 97-et. Otthon egy nagyon szoros meccs, illetve 67 ponttal sikerült a Kecskemétet megverni. De Szegeden is dobtak 92-t, és most legutóbb otthon 81-et csak. Tehát ha 80 pont körül dobnak, akkor nem nyernek. De amikor 90 körül vagy a fölött, akkor eddig nyertek. Hát ez most is nagyon úgy áll egyelőre, 2 perccel a vége előtt, hogy 95-91 a vendégcsapat javára. És 2 perc van még hátra. Ennyi idő alatt kellene megfordítani ezt a találkozót a Pécsnek. Ruják. Budimir. Támadó. Na menjen. Na hát ezért van nevetséges. Ez nevetséges. Ez már sok. Ez nem. Kicsit. Vencz úrmester ezt. Én nem úgy láttam. Budimirnak a második személye. Labdát birtokló játékos dobási kísérlete van. Az, hogyha egy védő valaki jó védekelt veled, a másik biztos, hogy nem, aki felugrott vele. Hopp, ez fault. Igen, ez az. Vejko. És dobás lesz. Igen. Harmadik személye. Labdára még jó ráütött, csak mire Budi vette volna föl, addigra testtel átlökte a túlsó térfélre, úgyhogy ez teljes jogos fújás volt. Budi. Az előző negyedben dobott 2-ből 2-t. Igen, nincs más dolga most sem. Ugyanezt hozni. 96-91, tehát 5 pontos vendégelőny, és 1.45 van vissza.
kis törlés a félpályánál, és akkor most jöhet a második büntető Muditól. Ugyanúgy jó, hibátlanul. 97-91. És nincs időnk, gyorsan kell kosarat szerezni, ami egyik se volt könnyű feladat. Funderburk. Akkor egyedül megoldani nem sikerül neki. És megvan a lepattan a vendégeknél. Az, hogy szerezzünk, fautolni kell, azt pedig tudjuk, hogy mire jár. De nem is tudunk fautolni labdát, meg szabályosan Tóth, nem tudunk szerezni. Játszottam. 99-91, ugye egy perc. Víz. És ez sincs meg. Ez sincs meg. És ez sincs meg. Trenovac. Víz repült oda be, de hát síp néma maradt. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy nem is nagyon volt ok a játékvezetők megfújni. Jöhet a Debrecen, percen belül járunk már. 8 pontos vendégelőny. Heinz. És itt már nem lesz más feladat. Tóth. Mint gratulálni a vendégeknek, és jó utat kívánni nekik ezen a hosszú úton majd hazafele, mert a hajó ez elment. És 100 fölött kaphat a Pécs, a Tóth most a vonal mögül, a büntető vonal mögül eredményes tud lenni. És az. A 100-as az már megvan. Mennek-e fölé? Megvan, hogy kifizeti a sört, ugye, aki a 100-adikat dobja. Ha még él ez a szokás. Másikat kihagyta. Ó, Funderburk. Igen. És meresen megy. A szegény embernek. Igen. Azt hiszem, hogy meg is húzhatjuk a mérleget itt azzal, hogy nem érdemtelen a vendégek sikere. Végig most egy fújható fautot labdavezetéssel simán megverte Funderburkot. Somogyi, és akkor ő az, aki 100 fölé lepítheti a csapatot 16 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Így, meg is tette, egy kicsit nehezen az esetben, de bent van. Mosolygos vendég kispad. És a második már simában. És égben 102-91 a Debrecennek. És akkor még a lőszer is kimarad, ugye? És 91-90-re mi vezettünk, és 11-0-at játszottak velünk itt a végén. Én úgy gondolom, hogy amit említettem már, hogy amit tud a Debrecen, azt látványosan jobban mutatta itt a pályán az első perctől kezdve. Talán a kaparás, az akarás is egy kicsit jobban ment nekik. Tudatosabb, taktikusabb játékkal rászolgáltak a győzelemre, amelyiknél ezúttal is ugye kijöttek a hibák, amit hát ki kell javítani. Lesz rá még mód. Gratuláljunk a vendégcsapatnak, mert valóban ezen a mérkőzésen végig, szinte végigvezetve, jobban játszva hozták ezt a mérkőzést. Ez a végszó, nyert tehát a Debrecen 102-91-re a Pécs ellen. Ezzel búcsúzunk, viszontlátásra. Köszönöm Vojtek Aurélnak, hogy ma is itt volt velünk, nézőinek pedig a figyelmet köszönöm. Minden jót!